Szavaztok, ez itt az RMBP Transport, és ebben a videóban itt vagyok kinn az autómentes napon, ami tavalyhoz hasonlóan a Kálvin téren van. Korábban az Andrássy úton volt, most itt vannak kiállítva. Ez egy Mercedes Elcitáró busz, volánbuszos. Nyilván már utaztunk, és nincs benne senki. Itt van ilyen már volános stand. Itt van a csuklós Mercedes Elcitáró tesztbusz, ami fog majd járni az E8-en. Ez háromajtós. És ilyen hidrogénes. Korábbi Citarokban ilyen van, hogy így kettő ülés van így egymás mellett. Elvitték a kó... Elvitte a kókrót. Itt van egy arrivás szóló emán, két ajtós. Korábbi autómentes napon, 2019-esben például volt a BPO 842 talán, ami egy Icarus 280 volt, debreceni üléses, és ilyen búzeum buc volt. Aztán volt egy másik is, de mindkettőt leselejtezték. Kár volt pedig. Itt a hátulja. És itt van a szóló emán, az arrivás. Hello! Hello! És valamiért itt van még egy szóló emán, egy két ajtós, ami nincs kinyitva. És szintén arrivás, ott van benne egy hangszóró, vagy hangfal. Majd ugye jöttünk? Itt egy szóló konnektó. Egy Next Gen konnektó. Amiben gitározik egy ember. Egy negyedik generációs szóló Solaris Rolli, ami nem olyan érdekes, úgyhogy ezt ki is hagyjuk. Egy kaffillamos. És itt van egy Icarus 60-as, ami a BP 060 rendszámot viseli. Neki nem ez volt az eredeti rendszáma, hanem ez egy 412-esé volt. Azt pedig átszámozták PTZ 500-ra, amiről van is videóm. Mit látsz? És itt van egy korszerűsített Tátra, amiben ajándéktárgyakat lehet venni. De én most nem fogok venni, nem készültem erre, hogy valamilyen táblát vegyek. A másik részében nincsen semmi, de zárva van. A 3720-as egyirányú háromajtós bengáli. A 929-es tátraajtó Ziu 9.
Sőt, ennek az eredeti ajtaja van már. Ja igen, az a 927, amire én gondoltam. Igen, ez a jó régi lepukkant szar, az intrali. Jó hangulatos, és itt van egy gyerekleszállás jelző. Volt ilyen a régi karuszokban is. És így lehetne, de ugye le van lakatolva. És van benne az Elika húzat is. Az Elika. Itt van akkor a hátulja is, megmutatom. A bengáli. És itt ez 1608-as, már virágos szürke kapaszkodós TB6100. Erről is van szintén videóm. Következő megálló, Ösvetértén. És ebbe is van már kamera. Itt van akkor kívülről. És itt van az Óbudai buszgarázsban már látott toborzó busz, ami ki van belezve, és most próparendszámot kapott. És az egyik kapaszkodója már kék, a másik viszont még zöld. És itt a mozgó játszóház. Itt hátul mondjuk nincs senki. És itt a 26-24-es nosztalgia. Itt a 26-24-es nosztalgia villamos. Itt van egy nagyon régi muki, ami ilyen faborítású, és jó nagy dudája van ennek. És ide felmásztam a Szabadság hídra, és itt látható a 2806-os nosztalgia villamos, illetve, amit még én nem láttam, van egy 5005-ös pályaszám pótkocsi is ennek, úgyhogy ezt mindenképpen megnézzük. Magát a 2806-os tesztem, mert azt már láthattátok. És itt vagyok már benne a pultkocsiba. Így néz ki. Nagyon ilyen pultkaj. Mosolygok is, hogy jönnek a kérdés, de a kérdés. Ja, te is megkérdezhetik, hogy a napi egyet is. Igen. Gyere, írjál, megmondom! És itt van ilyen kék jegyukasztó. Itt az 1522-es pályaszámú nosztalgia villamos.
amiben szintén nem megyünk be. Itt a barna színű 611-es pályaszámú nosztalgia villamos. És zárásképpen itt az Icarus üléses MUV is. Amiben nincsen szinte senki. Itt van. Nagyon jó, kényelmes. Jól párnázott. Lájkold és oszd meg a videót, és ne felejts el feliratkozni.